A legnagyobb hiba nagyon sok előadó van, aki egy tehetségkutatóból jön, hogy utána engedik, hogy irányítsák. És nem igazán azt csinálják, amit szeretnek zeneileg, hanem meg van mondva nekik, hogy most ez kell, így. De én mindig, mióta itt egy énekes vagyok, magamat adtam, én írom a saját dalaimat, olyan zenéket adok ki, amiben én hiszek, amit én szeretek. És igen, mindenki tudja, hogy a legtöbb zeném az angol nyelvű. És az egy tény, hogy az nehezebb itthon. De én mellette álltam, és mindig is fogok állni, és fogom nyomni. Mert én az egész világnak szeretnék zenélni, és a világnyelve az angol. De most, az utóbbi időkben úgy döntöttem, hogy az mellett csinálom egy másik előadó névet, de közben ugyanén vagyok. És az a nevem András. És ezen a csatornán, ezen a néven csak magyar nyelvű dalok fognak megjelenni. És ezt fontosnak tartom, mert azon is gondolkoztam, hogy hány olyan dalom volt már az utóbbi 10 évben, amit nem értettek mondjuk, és szerették volna, hogyha értik a szöveget, hogy most úgy vagyok vele, hogy mind a két nyelven fogom kiadni a zenéimet. Lesznek olyanok, ami csak magyarul, lesz olyan, ami két nyelven, de előre nézve lesz sok magyar dal a nevem András néven. Mert fontosnak tartom, hogy értsék a zenémet, mert így egy kicsit közelebb tudsz kerülni a nézőkhöz. Olyan dolgokról írok, amit én átéltem, vagy láttam, vagy éreztem, vagy körülöttem. Történtek barátokkal, ismerősökkel. És igazán ezt a dalt, a Hazaérek Majd Coming Home, egy jammelésben kezdődött a zenekari próba végén, és az a érzés, amikor kitaláltam az énekdalamot, meg hallottam a akkordokat, a hangszerelést, igazán az első dolog, ami fejembe jött, az a háború hangulat volt. És egyik legjobb barátom, az egy katona volt kint, és elkértem tőle a naplóját. Ebben a naplójában leírta az összes érzéseit, minden, amin keresztül ment kint háborúban, legyen jó, rossz, szomorú pillanatok, félelmei, minden, amit körülötte látott, és ő odaadta nekem ezt a naplót, és abból inspirálódva írtam a Hazaérek Majd című dalomat.